Idén eddig országosan csaknem 250 szórakozó helyen és szabadtéri rendezvényen tartott ellenőrzést a katasztrófavédelem. A szervezet nem csak rendszeresen ellenőrzi a fesztiválok biztonságát, hanem részt vesz a biztonsági intézkedések megtervezésében, kivitelezésében is. Többek között azt figyelik, hogy a menekülési útvonalak biztosítva legyenek, a padok, székek ne legyenek rossz helyen. 10 000 főt befogadó nagyobb rendezvény esetén pedig kivetítőn kell elmondani azt, hogy a menekülési útvonalak merre találhatók, illetve mi a teendő mondjuk egy vihar esetén. Vihar esetén például nagyon fontos, hogy fágak, fák alá ne álljanak. Mondjuk biztonsági zónát jelenthet egy sátor, persze abban az esetben, ha mondjuk nem egy fa alatt van felállítva. A szóvivő hozzátette, ha egy rendezvényen tűzijátékkal készülnek, a pirotechnikai eszközöket is ellenőrzik a katasztrófavédelmisek. Ilyen volt például a nyírbátori szárnyas sárkány hetéhez kapcsolódó rendezvény, vagy például a Tiszaeszláron az Arató Fesztiválhoz kapcsolódó. Minden olyan esetben ellenőrzik a kollégáim ezeket a helyszíneket, illetve tűzoltói biztosítást is némely esetben, ahol nagyobb pirotechnikai felhasználás van, ezt az érintett tűzoltóparancsnokságok, tűzoltóságok megteszik. A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat és a fesztiválok szervezői állandó kapcsolatban vannak, amennyiben az időjárás azt indokolt, teszi, akár már a vihar kitörése előtt leállítható a rendezvény.